Hosszabb nyári szünetet követően championátus versennyel tért vissza Bábolnára a díjugrató szakág. A nyári hőség ellenére is több mint 800 startot jegyzett a versenyszervező Ménes Birtok Lovaskör augusztus 15-e és 18-a között. Ezzel azonban még nincs vége a versenyszezonnak. Szeptember és október hónapokban rangos megmérettetések helyszíne lesz még a bábolnai lovaspálya. A díjugrató szakág hosszabb nyári szünet után visszatért Bábolnára egy championátus versennyel. Miben különbözik a championátus versenysorozata a hagyományos díjugrató verseny bajnoki versenysorozattól? Hát ugye, hogyha magát a championátus lefordítjuk, az ugyanúgy bajnokságot jelent. Ennél a championátusnál itt ebben az esetben úgy, hogy két fordulóban rendezik a championátust, és az első fordulóban hozott pontokat hozza magával a lovas, és amit itt még hozzágyűjt, ugye annak a kettőnek az összessége fogja majd végül is a championátus győztesét adni, de a versenyszámoknál persze van külön értékelés is, de a championátusban a hozott és az itt is elért pontok alapján hirdetnek bajnokot tulajdonképpen. Ugye a másik bajnokságnál ott van egy bajnoki döntő, ahol csak a döntőben elért eredmény számít. Tehát ott is minősülni kell, de ugye ott külön a döntőben elért eredmény az, ami végül is adja majd a bajnokot. Az általános versenyszabályokban van-e különbség? Nincs, tehát ugyanazok a versenyszabályok, ezt lehet mondani, annyi, hogy a championátus versenynek a második napján ott már összevetés van, tehát ott nem csak alapidő és hiba időre mennek a lovasok, hanem ott már mindenképpen összevetés kell lovagolni nekik, tehát két pályát kell menni. Itt is sok-sok kategóriába sorolják a lovasokat, gondolom elsősorban életkor szerint. Igen. Hát életkor szerint vannak, illetve ami még a lovaknál van egy kis különbség, ugye van egy külön póni kategória, és ugye vannak a felnőtt lovak, tehát a póni kategóriának külön van, és akkor életkor szerint van gyerek, aztán utána serdülő B, ugye ott megint a fiatalabbak vannak, serdülő ott már a serdülő idősebbek, utánpótlás válogatott, és hát utána jön, illetve nem válogatott, hanem korosztály, és utána jön a felnőtt. Ezekben a versenyszámokban bárki indulhat, aki rajtengedélyi vizsgával rendelkezik? Hát nem, hát ennél egy kicsit jobban bele kellene mélyedni a szabályzatba, de a rajtengedélyi vizsga az csak azt jelenti, hogy elkezdett versenyezni. De ugye a versenyeken, tehát egy-egy kategóriát följebb lépni, ahhoz az előző szinten kell teljesíteni a kritériumokat, és csak utána léphet följebb. De most ha én ezt végigmondanám, az egy kicsit hosszadalmas lenne. Tehát, hogy kezdő lovas hogy jut el a championátusig, mondjuk. A hazai lovastársadalom mennyire tartja fontosnak, hogy ebben a versenysorozatban is részt vegyen? Próbálom összehasonlítani mondjuk a világversenyekkel, tehát ez a championátus, ez a saját korosztályán belül, a saját kategóriáján belül egy kicsit ilyen hazai olimpiának, főleg a gyerekek, tehát a fiatalok esetében egy ilyen kis hazai olimpiának tűnik, hogy hát ő lett a bajnok, a champion. Ez ugye látszik is, hiszen az utánpótlás kategóriákban azért több résztvevő volt. Itt azért kicsit meglepődtem, hogy a felnőtt, illetve a közvetlen utánpótlás kategória azért kisebb létszámmal versenyzett. Igen, hát ugye a jövő héten Pesten lesz egy országos bajnokság, és tehát megosztanak a versenyzők, meg aki nem tudott annyi pontot gyűjteni, hogy esélye legyen már a championátuson belül a győzelemre, vagy esetleg a helyezésre, ugye annak legfeljebb csak a gyakorlás miatt lett volna célszerű ide eljönni erre a versenyre, de mivel a jövő héten lesz egy hasonló nagy verseny, tehát valószínűleg oda mennek. De hát így is 800 fölött is tartunk volt. Tehát. Mennyire voltak meglepőek az eredmények számodra, ismerve a magyar hazai lovas társadalmat, tehát általában a papírforma érvényesült itt is a győztesek közt? Hát kisebb eltérésekkel tulajdonképpen a papírforma jött be, ugye a lovaglásnál azért mindig a szerencsét egy kicsit hozzá kell számítani, tehát a szerencsés papírforma eredmények jöttek be, de túl nagy eltérések nem voltak a helyezések között, legfeljebb egyel előbbre vagy egyel hátrébb végzett az illető, akit számítottunk, hogy úgyis helyezve lesz, vagy esetleg megnyeri.
Hát a nyerőnél majdnem nem is volt nagyon kétség. Nyár végén vagyunk, a Ménes Birtok Lovaskör számára milyen versenyek vannak még hátra itt Bábolnán? Hát több rendezvényünk lesz még, ami a Ménes Birtok Lovaskör szervez, tehát a diugrató versenyből szeptember 21-22-23-án lesz a regionális bajnokság, illetve a megyei bajnokság, ez 21-22, és 23-án vasárnap egy rajtengedélyvizsga lesz, és ahhoz kapcsolódó kisebb pályák, tehát nem ilyen nagy pályák, mint ami most itt a championátusban volt, hanem alacsonyabb pályák, hogy a kezdő lovasok már tudjanak gyakorolni. Októberben lesz egy militári versenyünk, közben lesz egy mémvizsga, azt megelőzően a nemzeti vágtán vesznek részt a lovaink, tehát a Ménesnek a lovai, amiben természetesen a lovaskör is ugye besegít.